Átvették mandátumukat Újbuda önkormányzati képviselői és polgármestere. Október 21-én az önkormányzat tanácstermében Homolai Károly a 11. kerület választási bizottságának elnöke ismertette az október 13. napján megtartott önkormányzati választások kerületi eredményeit. Beszámolt róla, hogy az önkormányzati választás a jogszabályoknak megfelelően, rendben és törvényesen befejeződött. Megköszönte a 115 szavazatszámláló bizottságban dolgozók, a helyi választási iroda és a választási bizottság munkáját. A választási bizottság elnöke ismertette, hogy az újbudai szavazókörökben a szavazásra jogosultak 57,83%-a, azaz 63.039 fő adta le a szavazatát. A leadott szavazatok alapján Újbuda polgármestere, a Momentum, a Demokratikus Koalíció, az MSP, a Párbeszéd és az LMP közös jelöltje László Imre lett. Homolai Károly ismertette az egyéni választókerületekben mandátumot nyert, valamint a kompenzációs listákról bejutott képviselők névsorát. László Imre, Újbuda polgármestere, rövid beszédében gratulált képviselőtársainak, majd átvette megbízó levelét a választási bizottságtól. A 11. kerületi képviselőtestület tagjai, a Momentum, a Demokratikus Koalíció, az MSP, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik összefogásának köszönhetően Barabás Rihárd, Németh Gyöngyvér Valéria, Tóth Márton, Kreitler Sas Máté, Orosz Anna, Dám Alexandra, Bács Márton, Budai Miklós, Varga Gergő, Rádi Károly, Görög András, Erhard Attila, Bába Szilvia, Bedő Dávid, Bakai Nagy Zita és Keller Zsolt. A Fidesz, a KDNP és az Összefogás Újbudáért Egyesület képviseletében Junghaus Rajmund, Hoffmann Tamás, Csernus László, Jankó István, Molnár László, Nagyné Antal Anikó és Szabó László. A Mi Hazánk mozgalomból pedig Novák Előd. Október 22-én a nemzetiségi önkormányzat képviselői is ünnepélyes keretek között vették át a mandátumaikat igazoló okmányokat az önkormányzat tanácstermében. Magyarországon 13 kisebbség képviseltetheti magát az önkormányzatoknál. Újbudán mind a 13-nak lesz összesen 45 képviselője, azaz bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiségi képviselők kezdhetik meg az önkormányzati munkát.